Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. május 8. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság van, a bitcoin piacokon szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dűnyögései. There's no intrinsic value to this asset. Zero! Átszaladunk gyorsan a szokásos három idősávon, akik követitek a videóimat, tudjátok, hogy hetes, háromnapos és egynapos idősávon terelgetem Mind a három idősávon maximum három kitettséget tartok fenn, ez így összesen kilenc, és idősávonként a konszenció rendszerkezet alapján terelgetem ezt a lehetséges három pozíciót, jelenleg a naposon 0 per 3, a három naposon 0 per 3, hetesen pedig 2 per 3 a kitettség jelzés. Hetes idősávon kezdünk, teljesen egyértelmű long 2, van egy emelkedő magas mozgóátlagunk, bőven felette jár a két rövid mozgóátlag, ám medvés szerkezetben. Konszenció kereskedési rendszerben, ez egy long kettes rendszerkezet, azaz itt hetes időságon kettő pozíciót tartok fenn a lehetséges három pozícióból. Az eresi az készül elhagyni ezt a nagyon-nagyon jó kis bikás 66 fölötti zónát, itt léptünk be, valahol 30 ezer dollár magasságában tavaly októberben ebben a zónában, és azóta benne tartózkodunk, lehet, hogy ezen a héten elveszítjük, meglátjuk majd korábban még, szerda van, sok minden történhet ezen a héten, minden esetre nem lenne jó elveszteni ezt a 66 fölötti zónát. konszenciókereskedési kereskedési rendszer alapján 2 per 3 ugyanakkor a kitettségem itt a hetes idősávon, és ez így nekem kényelmes. 3 napos grafikon itt az előző gyertyában megtörtént a rövid mozgó átlag és a 30 periódusos mozgó átlag közötti medvés keresztezés, tehát beállt a sort egyes trendszerkezet és gyakorlatilag ez a konszenció kereskedési rendszerben pozíció zárási szignál. Zero. Tekintettel arra, hogy az időközben figyelt 4 órás idősáv is lefordult, illetve ott elveszett a long trend, ezért ezen a háromnapos idősávon is visszatértem a konszenció szerinti 0 per 3-as kitettségbe. Jelenleg itt nem tartok fenn pozíciót. Ahhoz, hogy pozíciót tudjak felvenni, arra lenne szükség, hogy az emelkedő MA30 fölé visszakerüljön, a háromperiódusos mozgó átlag. Ez azt jelenteni, hogy magát a háromperiódusos mozgó átlagot kellene jelenleg 63.600 dollár fölé felrággatni, ami minimum azt feltételezné, hogy 64.000 dollár fölött mozogjon a bitcoin néhány háromnapos gyertyában. Jelenleg jóval ez alatt vagyunk, úgyhogy pozíciót most már itt a háromnapos idősávon sem tartok fenn. Az indikáció itt 0 per 3. Zero! Az RSI még támaszkodik ezen az 50-es szinten, de egy medvés trendben van. Ha valahonnan, akkor innen most már érdemes lenne pattannia. Abban az esetben, hogyha az RSI és az ár pattanni tud, akkor egy hasonló mean reversion láthatunk, mint a itt volt, hogy egy konszolidációt követően kihűlt a piac, összerendeződtek a mozgóátlagok, és egy trend folytató mozgást kaptunk. Meglátjuk, Jelenleg a medvés keresztezés miatt nekem az indikációm az ezen az idősávon 0 per 3, és ez szerint szervezem a saját kitettségemet. Egy napos bitcoin grafikon továbbra sem tartok fel kitettséget ezen az időságon, Ugye itt vesztettük el a pozíciót, itt történt meg az, hogy a rövid mozgó átlag a hosszú mozgó ezen a ponton egy sima medvés min kaptunk, deviációt követően visszatért az árfolyam a magas mozgóhoz, és most ugyanez ismétlődött meg, itt a deviáció, és visszatért az árfolyam a magas mozgóhoz, és úgy látszik, hogy onnan elutasításra került, Úgyhogy pozíciónak a fenntartására jelenleg itt a napos idősávon indikáció nincsen. Ahhoz, hogy pozíciót tudjak felvenni, stabil 64-65 ezer dollár fölötti mozgásra lenne szükség. Továbbá arra, hogy az eresi, az fel tudjon menni az 50-es szint fölé, akkor itt a napos idősávon tudnék újra nyitni. Mindaddig az indikációm itt a naposon 0 per 3. Zero. És hát menjünk le az ultra rövid 4 órás idősávra. Tudnilik az elmúlt napokban ezt figyeltem a háromnapos gyertya alapján, és itt azt lehet látni, hogy az éjszaka folyamán elveszett a trend, bekerült mind az árfolyam, mind a két rövid mozgóátlag a hosszú mozgóátlag alá. Magyarul most már itt négy óráson is egy medvés rendszerkezetben vannak a mozgóátlagok. Az eresi is elvesztette az 50-es szintet, a csárpák momentum oszcillátor is lefelé tart, ami a gyakorlatban azt konfirmálta nekem, hogy a háromnapos idősávon Tényleg a long 2-ből vissza kellett térjek a nulla kitettségbe. Aztán természetesen, hogyha változik a trend szerkezet, akkor majd ezen módosítok. Ha itt megindulnánk lefelé, akkor én azt gondoltam, hogy ennek a mozgásnak... Az inverzét itt megkaphatjuk, tehát lefelé a cél az itt 59.500 dollár simán lehet. Tudni, hogy ezek az impulzív mozgások, amik nem képeznek a mozgás közben szintet, ezek, hogyha az árfolyam eléri ezeknek a szintjét és betör ebbe a zónába, akkor általában ugyanezzel a lendülettel szokta ezeket a zónákat lefelé is megcsinálni. Úgyhogy egy szónak is száz a vége, kereskedési rendszerben nekem jelenleg a kitettségem, illetve az indikációm az 2 a 9-ből, ami azt jelenti, hogy egy kicsivel kisebb, mint 20%-os jelenleg a bitcoin piaca felé a fedezetlen kitettségem. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit ma reggel a bitcoin piacokról, remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek a segítségetekre vannak. Amennyiben ez így van, akkor holnap ismét várlak titeket, addig pedig szép napot és jó kereskedést mindenkinek, sziasztok!